Kedves anyaíró trió, kedves vendégeink! Szeretettel köszöntök mindenkit az Országos Könyvtári Napok alkalmából megrendezésre kerülő író-olvasó találkozón. Ezúttal egészen közelről, Kiskörösről hívtunk kortárs írókat, akik elsősorban édesanyák. Saját útjaikat járva, de a sok kapcsolódási pont miatt együtt is remekül működnek anyaíró trió néven. Most szeretném őket bemutatni. Középen ül Komlós Kinga. ABC sorrendben fogom őket bemutatni, és a megismerkedésünk sorrendje is egyébként ugyanez. Kinga romantikus könyveket ír, megfűszerezve egy kis izgalommal, humorral, szenvedéllyel és egy kisebb krimiszállal. Könyvei a mi könyvtárunkban is nagyon-nagyon népszerűek. Többszörös Dugonics András díjas, 2022-ben Gyémántól díjat is kapott. Eddig 7 könyve jelent meg, az elsőt főiskolásként fogadásból 1 hét alatt írta. Igen. Agrármérnök, környezetvédelmi mérnök, de ha ismerős lenne esetleg valakinek, akkor elárulom, hogy az MVM ügyfélszolgálati irodában dolgozik Kiskörösen. Az ismerettségünk is onnan van. Tudtam, hogy ír, és ott bátorkodtam megkérdezni tőle egyszer, egy ügyintézés után még télen, hogy esetleg lenne kedve ideje eljönni hozzánk is. Kedvesen válaszolt, hogy igen, és én lepődtem meg a legjobban, amikor ajánlotta, hogy egyedül, de akár 3-an is tudnak jönni, és ekkor hallottam először a trióról. Gyorsan megállapodtunk, hogy akkor jöjjenek mindannyian. Mellettem ül Kotthenc Henrietta. Henny természetgyógyász, környezetvédő, a Smaragd Egészségközpontban segíti betegei gyógyulását. Magánkiadásban jelent meg Palkós mesekönyv sorozata, valamint az Ablak című trillere. 2 lovasregényt is írt már, ezekben saját tapasztalatait is megosztja az olvasókkal. Ráérősen születnek meg szépen kidolgozott könyvei, élvezetes olvasmányok egy vidéki életről, tanyáról, állatokról, emberi kapcsolatokról. Hennitől tudtam meg néhány hónapja, hogy ők gyakorlatilag mind a 3-an egy utcában laknak, de ez úgy történt, hogy nem tudták, mert amikor Kinga Kiskörösre házasodott, akkoriban Henny és Anikó máshol éltek, majd amikor ők is visszajöttek Kiskörösre, egymástól függetlenül ugyanabban az utcában telepedtek le, és a Körösi Könyvtár akkori vezetője kérdezte tőlük, hogy lányok, ti tudjátok, hogy szomszédok vagytok. És hát azóta tudják, és sok-sok együtt töltött idő, beszélgetés, futás, séta, sütizés után érezték, hogy a kapcsolatuk egyre szorosabb, és ami igazán összeköti őket, az az írás. Így jött létre az anya-író trió 3 évvel ezelőtt. Tőlem legmesszebb Kutyifa Anikó ül. Anikó vérbeli pedagógus. Sokáig dolgozott az Egymiben, az autizmussal élő óvodások csoportjában. Jelenleg a Kiskörösi Bem József Általános Iskolában biológia tanár és gyógypedagógus. A meseírás áll hozzá a legközelebb. Első könyvét, a Napi Felhőt autista tanítványai ihlették. Zuri a második, ami több iskolában is ajánlott, illetve kötelező olvasmány lett az évek folyamán, ez óriási elismerés egy fiatal írónak. Anikó pénteken újra vendégünk lesz itt a könyvtárban, Zuri kalandjairól mesél alsós gyerekeknek. 2 éve jelent meg legújabb könyve, Szeder barátok lele Kiskörösön. Ez egy várostörténeti gyermekkönyv, amely mesés formában mutatja be Kiskörös látnivalóit. Ajánlom esetleg a keceli városi vezetőinek ezt az ötletet, hogy valakit megbízni azt, hogy Kecel látványosságait is így mesés sztoriban esetleg meg lehetne íratni valakivel. Könyveinek állandó illusztrátora, testvére Kutyifa Ágnes. Az alkotók mindhároman a Kiskörös Irodalmi Társaság oszlopos tagjai. Hallgassuk szeretettel a lányok történeteit, melyeket megosztanak velünk ezen az őszies, de meleg hangulatú délutánon. Köszönöm szépen! Akkor nagyon szépen köszönjük ezt a részletes és nagyon kedves bemutatást rólunk, és akkor mi is köszöntjük itt a vendégeket. Ugye, mint ahogy azt hallották, vagy hallották,
hívtok. Kombos Kinga vagyok, és akkor én szeretném itt így vinni ennek a mai beszélgetésnek a fonalát. Ugye azt már kiderült, hogy Kiskörösről jöttem, ugye én is anya vagyok, feleség, háztartásbeli, dolgozónő, gazdálkodó, és még mellette írok is. Hogy ez így, hogy sikerült így összehoznom, ez rejtély a mai napig. Az biztos, hogy már gyerekkoromban is nagyon közel állt hozzám az irodalom és az olvasás. Édesanyám jobboltából abban az időben mindig házhoz jött a Magyar Könyvklub, és akkor minden hónapban választhattunk mi is könyveket a testvéreimmel. Én már akkor is nagyon szerettem Joanna Lindsay és Kathleen E. Woody Wise könyveit, ilyen történelmi, romantikus könyvek voltak. De mégis az iskolás koromban, általános és középiskolában mégis nem az írás, hanem a versek álltak hozzám közelebb. Én mindig részt vettem az ilyen városi vagy iskolai szavalóversenyeken, megnyitókon, anyanyelvi versenyeken, szépkiejtési versenyeken, és akkor ott azokon vettem részt. De az olvasás iránti szenvedélyem az mindig is velem volt. És akkor a főiskolán barátnőmmel mindig fogadtunk, és már nem tudjuk, hogy mi volt a fogadás tétje, de fogadtunk, és akkor azt mondta, hogy nem tudod megírni, hogy nem tudsz megírni egy regényt egy hét alatt. És akkor én mondtam, hogy de, megpróbálom. És akkor a szobánkban volt egy utazási katalógus, azt kinyitottam, és a Dominikai Köztársaságnál nyílt ki, és akkor ott azon a helyszínen találtam ki egy történetet, amit tényleg megírtam egy hét alatt, és megnyertem a fogadást, amit nem tudjuk már, hogy mi volt, de a könyv az létrejött. És akkor ezt így évekig pakolgattam, és akkor meg átírtam, és akkor egyszer pedig hát elővettem a fiókból ezt a könyvet, és elküldtem a Gyémánt Felhő kiadónak. Szabadidőmben nagyon szeretek kertészkedni, kirakózni, olvasni, ugye írni is. Kiskörösi Kutyaiskola tagjai vagyunk már 12 éve, sokat járunk bemutatókra, fellépésekre, most is megyünk majd pénteken. Igyekszem egészségtudatosan élni, szeretek sütni és főzni, és az ötleteimet szívesen osztom meg másokkal, van egy ilyen Facebook csoportom. Nagykörösön nőttem föl, és az Arany János utcában és Arany János házának a szomszédságában, és utána pedig Kiskörösre jöttem férjhez, Petőfinek a városába, és Anikó fogalmazott úgy a 2020-as író könyvbemutatón, író-olvasó találkozómon, hogy szó szerint úgy mondta, hogy Arany János lakóházának szomszédságában felnőni, majd a költőóriás kedves barátjának szülővárosába költözni, már önmagában is alkotásra inspirálja az embert. Úgyhogy ebben van valami szerintem. Úgyhogy akkor át is adom neked a szót, egy picit mesélj magadról, akkor te is. Ez idézet volt abból a cikkből, amit a Kinga a könyvbemutatójáról akkor, mint tudósító írtam, és ez tényleg így volt, hogy őt áldogáltam, mint egy birka, tudtam, hogy a Kinga a közvetlen szomszédom, és akkor mondta a könyvtár igazgatónő, hogy amúgy tudod, hogy ő is abban az utcában lakik meg, még hogy ír is, tehát én teljesen vakon voltam, és akkor onnan kezdődött ugye a barátságunk, de az írás a saját történetem. Nekem 8. volt egy házi feladat, egy novellát kellett írni az iskolai életről. És én az a típusú diák voltam, aki mindig tanult, ha beírás kapott, akkor sírt, és akkor félt, hogy mi lesz otthon, meg szóval ilyen jó kislányos. De valahogy ezt a novellát sikerült elég ilyen, hát vitriolosan fogalmazni, magam is meglepődtem, és életemben először beivattak az igazgatóirodába. És akkor hát ott elmondták, hogy ezek az idézetek, meg hogy leírtam, hogy töri órán valaki kártyázik a pad alatt, meg ilyesmi, hogy ezt talán így nem kellene egy iskolai fogalmazásban leírni, de én semmi másra nem tudtam gondolni, hogy ott úgy volt az igazgatója akkor, hogy ez a tanáriba ki lehetett oda látni, és ott sasoltak a tanárok, de közben somolyogtak. És én arra gondoltam akkor, hogy ez nagyon durva, hogy lehet egy egész tantestületet mosolyogtatásra kényszeríteni egy írással, ami még hogyha ciki is, vagy hogyha ezért most számon is kérnek, de hogy akkor itt tényleg van az írót szónak ereje. Szóval ez a legelső emlékem. És képzeljétek el, hogy ezt egyszer megírtam egy cikkbe még, és
a tanárnő, aki akkor ezt föladta, ő teljesen könnyes szemmel keresett meg, hogy hát ő erre már nem is emlékezett, és hogy ő annyira büszke rá, hogy így ez az egész úton ő indított el ezzel. És ez volt egy ilyen nagyon fontos mérföldkő, illetve ő, hát nem tudom, honették közös mérföldkövét kihagyni a történetből, mert ők ugye egykor lesz szobában laktunk, meg osztálytársak voltunk, és egy versíró verseny volt a kollégiumban, és akkor ők nagyon bátorítottak, hogy a Fekete Tulipán című verssel induljak el, és tehát teljesen az esélytelenek nyugalmával, de annyira, hogy még ők hagytak is egy kis cetlit az ágyamon, hogy semmi baj, mi így is szeretünk, tehát hogy így hittünk is benne, nem is, és akkor második helyezést értem el, és ilyen legendás második helyezett voltam egész életemben, helyes első versenyeken is, mesemondón is, mindenen, és akkor én mindig hazamentem boldogan, anyukám meg azt mondta, hogy második. De hát ugye Kemény Dénes is azt mondja, hogy ez nem az aranyérem, szóval, hogy azért. És ez így mindig inspirált, de ez a két történet a legfontosabb sztori abban, hogy hogyan is váltam íróvá. És akkor a Napi Felhő volt az első kötet, ami meg úgy született meg, ami szerintem kb. Minden írónak az álma, hogy egy esős novemberi délutánon, sütőtökszedés után fölhívja egyszer csak egy kiadó, hogy ő olvassa a posztjaimat a Facebookon, és mit gondolok róla, hogy április 2-ára, az autizmus világnapjára ebből lehetne könyv. És akkor az ember 40 évesen ugrál a kosárlabda paránk alatt, igen, erről álmodtam, azonnal hívja a tesóját, ugye te meg fogod rajzolni, hú, persze, és akkor ez így akkor ugye novembertől áprilisig született meg. De igazándiból az Uri, ami azért a három közel a legközelebb áll a szívemhez, az azért ő a legkedvesebb, mert ez egy a testvérem által írt novella inspirálta. Mert ugyanabban az évben történt az, hogy én elváltam, és hazaköltöztem a kisfiammal, akkor 8 éves volt, és a tesóm meg fölköltözött Budapestre. És ő írt egy novellát arról, hogy milyen egyedül állni egy nagyon kemény élethelyzetben. És akkor Zuri egy ilyen kisfiú tulajdonképpen, vagy hát ez egy kicsit szifi, tehát ő nem emberi gyerek, egy Zoinnak hívják, akik így vigyáznak a földünkre, és az történet innen indul. És természetesen nagyjából olyan akkori kisfiam korú Zuri, olyan 8-9 éves, és bár a történet 2 hét alatt játszódik, és nekem 6 év alatt sikerült megírni a regényt, úgyhogy ilyen 2 hét alatt rejtélyesen kamaszkorúvá nő a történetben Zuri, és lesz egy kicsit szerelmes, meg igyekszik megmenteni a földet. Szóval ez Zuri története. A Szeder pedig úgy született, hogy egy kolléganőm szólt, hogy képzelj már, hogy látta a könyvtárban, hogy van egy olyan mesekönyv, amiben egy struc a főszereplője, mert hogy Vas megyének egy struc van a címerében. És hogy szerint az tök jó lenne, hogy a mi címerünkben meg egy szarvas van, akkor milyen jó lehetne erről egy mesét írni. És megint a könyvtárhoz vezetett visszautam, mert a könyvtár igazgatónője volt a Petőfi Emlékbizottságnak a tagja, és ő aztán ez az egész ügy mellé állt. És akkor tényleg azért Szeder egyébként, mert az a regényeimben, a meseregényekben az mindig egy ilyen célom, hogy ugyanazzal a betűvel kezdődjön a neve az élőlénynek, mint amilyen rendszertani kategóriába tartozik, mivel hogy biosztanár vagyok. És akkor így a tesóm találta ki ezt, hogy akkor a szarvasnak Szeder legyen a neve. És már látjátok is, hogy tanár vagyok, és egyfajtában beszélek. Szóval így az írásainak ez a története. És ez az eset után, hogy a Kingának a könyvéről tudósítottam, utána mi rendszeresen jártunk a kiskörösi záportározó köré sétálni, és mivel én oda futni járok, ezért rajtam mindig rajta volt a futóóra, és akkor mindig, ez már 5 kilométer volt, 6 kilométer, stb. És akkor azon kívül, hogy ennek nagyon örültünk, úgy éreztük, hogy hát ez talán kellene valami ehhez nevet kitalálni, meg keretet, hogy mi összetartozunk, és így született meg tulajdonképpen az anyaíró trió. Bocsánat. Dehogy loptad, nagyon köszönjük szépen. És akkor most Henny is mond pár szót magáról. Pár szót? Egy pár szó. Nagyon szuperul be lettünk mutatva, köszönjük szépen. Talán a történetemhez még annyi hozzá tartozik, és az egy kicsit elmaradt, hogy én nagy lóbolond vagyok, és
ezt aki ismer, ezt mindenki tudja, hogy az életemnek a jelentősebb részét a lovak töltötték ki, meg a mai napig részesei az életemnek. És amellett, hogy könyveket írok, egyszer csak a mostani divatnak megfelelően indítottam egy lovas blogot, amiben eredetileg szakmai dolgokat szerettem volna megjelentetni, de hát a Facebookon mindenki nagyon okos és rettentően tud mindent, úgyhogy láttam, hogy erre már nincs szükség, viszont a humort azt úgy egy kicsit hiányoltam, és ennek tükrében először ilyen humoros szakmai dolgokat raktam föl, aztán utána rájöttem, hogy többet is lehetne, és mivel, hogy maga a könyvkiadás az egy elég nehéz folyamat, aki bármilyen szinten belelát ebbe a történetbe, azt tudja, és úgy éreztem, hogy több van bennem, mint az a három könyv, két mesekönyv, ami eddig sikerült kiadásra kerüljön, és a novelláimat is elkezdtem felrakogatni ilyen részletekbe, és annyira megtetszett az olvasó közönségemnek, hogy egy idő után már új novellákat találtam ki, és vasárnaponként mindig egy-egy új részletet rakok fel. És hát majd egyszer bízom benne, hogy sikerül azokat is könyvformájában is megjelentetni. De maga az, hogy nekem hogy indult az írás, nagyon pici korom óta, amióta csak tudok olvasni, azóta falom a könyveket, és középiskolás koromban én is úgy gondoltam, hogy hát ha ennyire jól tudok olvasni, akkor biztos majd valamilyen szinten írni is fogok tudni, és elkezdtem egy regénykét, eljutottam egy 10-12 oldalig, és hát akkor jöttem rá, hogy ez nem annyira könnyű dolog, mint ahogy én azt elképzeltem, és akkor azt szépen úgy a nyomógombos kis régi írógépen legépelgettem sok hibajavítóval, és akkor azt szépen úgy beraktam egy mappába, és beraktam a fiók aljára, hogy na jó, akkor erről ennyit. Aztán a sok felé járt, vagy elvitt az életem, és úgy döntött a sors, hogy nekem ide Csáborra kell jönnöm, és ott kell egy lovasfarmot csinálni, mert hát én nagyon szeretem a lovakat, meg a vidéket, és ott úgy teljesen elkanyarodtam az írástól, ott csak az állatokkal foglalkoztam, de aztán lett egy olyan életszituáció, amikor úgy éreztem, hogy kell írnom. Nagy hatással volt rám Jilly Coopernak a Lovasok című könyve, amit általában el szoktam mondani, mert annyira jó sztorik voltak, lovas sztorik, hogy valamit megpendített bennem. És először csak úgy poénból mondogattam, hogy hú, hát ilyen sztoriaim nekem is vannak, sőt, még jobbak is, mert hát aki állatokkal foglalkozik, az tudja, hogy az állatok olyan élőlények, akik kitöltik az emberek mindennapjait, és ráadásul még színesítik is elég rendesen. És hogyha az ember egy kicsit odafigyel rájuk, akkor nagyon jó kis sztorik maradnak meg a lelkébe, amit ezek a kis állatok produkálnak. És én ezeket a sztorikat gyerekkorom óta írok naplót, és ami nagyon-nagyon poénos volt, vagy kiemelkedő, azt mindig leírtam. Úgyhogy egy alapnak nagyon jó volt a regényhez ezek a napló részleteim, és először csak leírogattam a dolgokat. Bevallom hősiesen, hogy az első kéziratomat azt hiszem, hogy 21 kiadónak küldtem el, és 21 kiadó dobta vissza. De egyszer az egyik tanárom mondta, hogy te olyan vagy, hogyha kidobnak az ajtón, akkor bemászol az ablakon. És akkor én úgy gondoltam, hogy akkor én visszamászok az ablakon úgy, hogy akkor megcsinálom ezt magánkiadásba. A Publio nevű kiadó valamilyen szinten felkarolt, ami később úgy tűnt, hogy nem volt olyan jó támasz, de kezdetnek jó volt. Ez egy tanulási folyamat. Nekem az a arszpoétikám, hogy az egész életünk egy tanulási folyamat, és az írásba is végig kell járni az összes lépcsőfokot. Én az alsó szint, padló szint alól kezdtem, és akkor feltornáztam magam valamennyire, hát majd azt önök eldöntik, vagy ti eldöntitek, hogy milyen szintre. A lényeg az, hogy ezekből a kis részletekből elkezdtem írni egy regényt. Aztán addig-addig írogattam, hogy rájöttem, hogy ez nem fog beleférni egybe. Akkor legyen egy trilógia.
Úgyhogy ez a regénynek, ennek a trilógiának az első két része az már kiadásra került, a harmadik része az íródik. Az író társaim tudják, hogy az írás az a mindig az utolsó utáni dolog, és nagyon-nagyon nehéz kivenni a mindennapokból azokat a perceket, órákat, napokat, amiket rászánunk az írásra, de azért mi küzdünk becsülettel. És hát a harmadik rész az majd egyszer csak jön. Az ablak, ez egy nagy kedvencem a könyveim között, nem csak azért, mert kilóg a sorból, olyan értelemben, hogy én inkább ilyen kalandregényeket írok a blogomba is, de olvasni a thrillereket szeretem. És mindig piszkált a fantáziámat, hogy kellene egy jó kis thrillert írni, egy valamit, de micsodát. És olyan érdekes volt, hogy nagyon-nagyon kis prózai sztori, pucoltam az ablakot a tanyába, és ahogy becsuktam, olyan furán csillant meg rajta a fény, és ahogy átnéztem az üvegen, pont a szomszédnak a szőlőföldjeire láttam, és olyan hatása volt az egésznek, mint hogyha a múltba tekintettem volna vissza. És hát persze író vagyok, rögtön becsuktam az ablakokat, befejeztem az ablakpucolást, az ráért, és elkezdtem írni az ablakot, és viszonylag gyorsan meg is írtam, és ugyanúgy járt, mint a többi regényem és novellám, hogy bekerült a fiókba. És amikor már kijött az Életlovas oldalának az első-második része, meg már a Palkóknak is kijött a két része, akkor úgy kikandikált a fiókból, és kiabált, hogy meg akar születni, úgyhogy addig, hogy ezt is magánkiadásban végül kiadtam. És már szóba kerültek a Palkók. A Palkók, ők is olyan véletlen szülöttei. A kisfiam és a keresztfiam nagyon szerette a kukásautót, mint általában a kisgyerekek, és csüngtek a kerítésen, amikor jöttek a kukások, és szerintem nagyobb embernek nézték őket, mint a polgármestert, kiskörösen, és hát minden este róluk kellett mesélni. És olyan jó kis sztorik kerekedtek ki, de hát a mai gyerekek azok persze vizuálisak, képeket kellett, hogy valamit lássanak, hogy most akkor ez mi. És poénból rajzoltam egy füzetben nekik a sztorihoz ilyen kis vázlatokat. És annyira tetszett a gyerekeknek, hogy a hugom elkezdett családi hatásra nálam is piszkálni, hogy hát miért nem adott ki ezeket a mesekönyveket? Hát nem kíváncsi erre senki. Aztán úgy elkezdtem gondolkodni, mert nekem nagyon-nagyon fontos a környezetvédelem, és mi ebbe a szellemben neveljük a gyerekeinket is, és én is próbálok ebben élni. És az jutott eszembe, hogy ezeknek a könyveknek a segítségével esetleg a gyerekekhez közelebb lehetne valahogy hozni a környezetvédelmet. És aztán, amikor ki is jött a Palkó első-második része, akkor pont úgy adódott, hogy elkezdtem egy környezetvédelmi előadásokat csinálni, ilyen nagyon pici kisgyerekeknek, óvodásoknak és alsós iskolás. Elnézést, kicsit túl gondolom néha a gondolataimat az iskolában, az első-második osztályosoknak, és ez egy interaktív előadássá kerekedett ki, amiben ezeket a mesekönyveket és a meséket felhasználom, és ezzel hozom közelebb a gyerekekhez a környezetvédelmet. Dióéba rólam ennyit, visszadom a szót Kingának. Köszönjük szépen. Ugye megvolt ez a fogadásból született könyvem, és akkor ezt elraktam a fiókba. Néha elővettem, átírogattam, és 2017-ben találkoztam egy hazai írónőnek a könyveivel, ő Ann Fülöp Beáta, és elkezdtem olvasni a könyveit, majd ráírtam a Facebookon is, elkezdtünk beszélgetni, és ő akkor megemlítette, hogy neki van egy saját könyvkiadója, és hogyha egyszer érzek valami ambíciót arra, hogy írjak, akkor szívesen lát. És ugye nekem akkor ott volt már ez a könyv, hát én így elővettem, még egyszer átnéztem, meg átírtam, és megkérdeztem tőle, hogy akkor, ha átküldeném, véleményeznie, megnéznie, hogy alkalmas-e kiadásra.
És akkor 2018-ban innen indult a közös utunk. Tehát én az Esélytelenek nyugalmával adtam ki ezt az első könyvemet, amit ugye megírtam még a főiskolán, de én ott nagyon megdöbbentem, és igazából nagyon örültem, hogy ugye senki nem tudta. Ezt igazából a szűk családon kívül senki nem tudta, és amikor nyilvánosságra került, akkor rengetegen rám írtak, és meglepődtek, hogy ilyen rokonok, barátok, ismerősök, vagy munkatársak, hogy úristen, Kinga, te kiadtál egy könyvet, és hogy ez úgy olyan büszkeséggel, meg tényleg örömmel töltött el, hogy ez nagy dolog akkor tényleg. És akkor innen indult az utunk. Én szerencsésebb voltam, mint Henny, mert én az első kiadó, akit találtam, én azóta ott vagyok, a Gyémántfelhő kiadónál. És akkor utána én nem gondoltam, hogy jönnek még ötletek a fejembe, és elkezdtem agyalni, hogy hát olyan nehéz minden hivatásba belezökkenni. Legyen az az ember egy tanár, vagy egy villanyszerelő, vagy bármi, egy autószerelő, és akkor egy nyomozó, az ő is ugyanúgy biztos nehezen kezdi a munkáját, és akkor kipattant egy ötlet a fejemből, hogy van egy csetlőbotló kezdő nyomozónő, aki nem sikeres a munkájában, és hogy ő találkozik egy ilyen rossz fiúval, és akkor egy alkut kötnek. És akkor ezáltal segítenek egymásnak. Ez lett a végzetes alkú. Csak ahogy ezt elkezdtem írni, ezt a könyvet, ez ugye egy részesnek indult, és úgy adta magát a történet, hogy akkor úgy éreztem, hogy a könyv is, és én is még tartogat többet. Ezért a második része lett a csábító alkú, és a harmadik pedig a végső alkú. Így lett a trilógia, ez a Szement alkuk trilógia. És ezt mindig el szoktam mondani, hogy a harmadik részt, a végső alkút, azt kint voltam a szőlőbe, mert hogy ugye szőlővel is foglalkozunk, miért is ne? Tehát kint voltam egyedül 3 óra hosszát hajtást válogatni, és ott abba a 3 óra hosszába raktam össze a végső alkú című könyvemet. És erre nagyon büszke vagyok, hogy ott. Utána pedig én is szeretek a könyvemben ilyen komolyabb dolgokat felvonultatni. Így a következő könyvem az a Szerelem az Amazonas mélyén, az pedig a dzsungelben játszódik. Az nagyon sok kutatómunkát ölelt fel, mert amiket írtam benne tényleg a törzsekről, meg maga a dzsungelről, az mindig az. Az lett a következő könyvem, utána pedig most a tavaly, ami megjelent, az a Szerelem luxus kivitelben. Ezt is egy részesnek szántam, de 2 lett belőle. Az első része lett a Chicago, a második pedig a Kentucky. Itt is vannak benne, tehát mindenféle komolyabb témák is, például itt most egy vese átültetésről is volt szó benne. Úgyhogy ezek így dióhéjban a könyveink. És akkor gondoltuk, hogy olvasunk fel belőlük egy-egy részletet, hogyha szeretnétek. És akkor Anikó, olvasó fel az Uriból? A lányok is kicsit így többet beszéltek a motivációról. Nekem az Urinál az egyik fő motivációm az volt, hogy ugye én biosztanár vagyok, és így látom a gyerekek arcán néha ezt a mélységes kétségbeesést, hogy egy laki növények, bőrizomtömlő, meg ilyen szavak, hogy tényleg azért ugye az ember egzisztenciája, hogy 40-50 fölött bőven megvan annélkül, hogy tudja, hogy a csalánozók hogy szaporodnak, vagy ilyesmi. Szóval éreztem így a munkám egy picit olyan, hát a futottak még kategóriába csúszott, és hogy ezzel valamit azért jó lenne kezdeni, mert szegényeket kikergetem a világból ezekkel a szavakkal. És egy kicsit amellett, hogy kicsit ilyen a saját élethelyzetünk feldolgozása is volt az Uri, de az is volt a célom, hogyha elolvassa egy gyerek, akkor ilyen rejtve ott legyenek ezek az információk, és ez így bent ragadjon. Mert én olyanokkal is szoktam kínozni a suliba a gyerekeket, hogy mitől írok egy verset az esőerdőről, vagy a szavannáról, és akkor hogy hát, hogy csak úgy elrejtőznek a szavak, akkor észrevétlenül megtanulják, és nem kapnak agyvérzést attól, hogy bioszórára kell jönni. És akkor egy ilyen részt választottam, ahol nekem az Urin kívül a kedvenc szereplőm a sztoriban egy poloska, meg egy giliszta. Ennek meg az a magyarázat, hogy nagyon sokszor nyáron, éjszakánként írtam, és ugye olyankor szétidegelnek bennünk a poloskák ugye a csillár körül. És ugye az volt bennem, hogy na jó, hát ha én ennyire utálom őket, akkor csak azért is kell valami nagyon jó fej poloska szereplő a sztoriba, és így került bele Polly. És
Jó, a grisztákat nem utálom, de az csak úgy nem tudom, Guszti csak úgy érkezett. És akkor, szóval onnan olvasom a történetet, hogy, hogy a Polly és Guszti lent vannak a föld alatt egy ilyen, hát Zoin temetőnek nevezett börtönbe, ahová a főgonosz Hód elrabolta a Zoinok nagy részét. Az idős házas pár sok mindenre gondolt, mikor Veronika néni kinyitotta az ajtót. Például arra, hogy elvesztették az eszüket egyszerre, vagy az őrök belekevertek valamit az ételükbe, és halucinálnak. Képtelenek voltak elhinni, hogy Frida valóságos. Miután mindketten alaposan megölelgették, megnyugodtak, hogy nem lettek szemfényvesztés áldozatai. Hihetetlen kalandjainak meghallgatása után már csak arra voltak kíváncsiak, hogy Polly merre járhat. Azt én is szeretném tudni, mióta eltűntek a szellőzőben, nem láttam őket. A szellőzőben? Édes páfrángyökér, szent bogárpajor, az nagyon veszélyes. Harold oda is kiterjesztette az őrjáratokat. Hű, akkor végképp nem tudom, hol lehetnek. Tanástalanodott el a faunita. Hol, hol, hát itt, szólalt meg a falból Guszti, és egy kis nyíláson át kidugta Huncut fejét. Azért egy gilisztának csak sikerül már járatokat készíteni a földben. Különben mi végre ez a csinos kis bőrizomtömlő és a termetes gyűrűk? Amúgy szia, Frida! Rég láttalak, köszönt a giliszta, miközben előmászott az új, keskeny járatból. Hallgass már, te beképzelt gyűrűs féreg! Dicsekedés helyett legközelebb állj széles lyukat, mert nem férek el! Kukucskált ki a lyukból Polly is. Egyeseknek megnőtt a potroha, amíg odakint jártak. Vágott vissza Guszti. Mivel etetted kint a barátnőmet, Frida? Hék, hogy a barátnőd, nem állok össze holmi gerinctelenne, kacsintott a faunitára Polly. Köszörültem meg a torkát nevetve, Frida. Túl sok gerincel mondjuk, te sem dicsekedhetsz, Polly. Rendben, gerincem nekem sincs, de legalább van tartásom. Elvégre a kitin, az kitin. Kicin, legyintett Guszti. Röhög a vak belem, kacag a májam. Azt nehezen hiszem, mert neked az sincs. Folytatta a kötözködés Polly. De nagyra vagy a kitineddel, kitinje a gombáknak is van. Frici szerint, ha beleharapnék a pökendi potrohodra, pontosan olyan íze lenne, mint egy jó kis rántott gombának. Kipróbáljam? Nem erészel közelíteni, mert az egyik gyűrűdből szépen megmunkált anyacsavart csinálok. Frida és a vakondok eddig csak nevetgéltek a fiatalok cívódásain, de a gombaszóra Frida felkapta a fejét. Jó, akkor Heni is olvas fel egyet a könyvéből. Mindig nagyon nehezen választok részletet, mert én egészében szeretem a könyveket, nem csak az enyémeket, hanem a más könyveket is. És éppen ezért nagyon-nagyon nehéz kiválasztani a kedvenc részemet. Erről az ablakról még annyit lehet tudni, hogy nagyon-nagyon szeretem ezt az 1800-as éveket, és valami megmagyarázhatatlan vonzalmam van a kastélyok felé, és e felé a kor felé. És ebben a thrillerben két idősikon fut az esemény, a múltban és a jövőben, és hát nem árulok el nagy titkot, hogy egy kastélyban játszódik az egész, és talán az első fejezet az, ami úgy rögtön belevág, és jellemzi is az egész regényt. Az elhagyatott, lepusztult major csendes végső belenyugvással adta meg magát az enyészetnek. A természet már utat tört magának. Az udvart felverte a gaz, a fokhíjas cserepek között sejtelmesen szűrődött be a fény a romos padlástérbe. Egy öreg bagoly bújt meg a félhomályban csillogó, vörös szemű denevérek között. Nem zavarta őket senki. Sem élő, sem holt. Az egykor arborétum szépségű parkban elvadult bokrokka és száz éves fáival árnyas búvóhelyül szolgált a hajdalán élettől pezsgő életegyüttesnek.
A szél száraz faleveleket pörgetve játékosan szaladt szobáról szobára. Már nem volt ajtó, ablak, ami útját állhatta volna. Amit nem loptak el, az elkorhadt, tönkrement. Csak a falak álltak csupaszon, lepergett festékkel, de méltóság teljesen. Letűnt álmok világát őrizve, új remények ébredését várva. Köszönjük. Ja, én is mindjárt keresek egy részt. Én úgy szoktam írni a könyveimet, hogy egyes szám első személybe és férfi-női szemszögből. És akkor most itt a Szerelem Luxus Kivitelbennek a második részéből, a Kentuckyból olvasok fel egyet, Damonnek a szemszögéből. Hangos dörömbölésre riadtam, és ettől az ajtól csak még irritálóbb volt a fejemben belehasító fájdalom is. Nem szabadott volna ennyit piálnom. Damon, azonnal nyisd ki az ajtót. Hallottam meg a túloldalról a bátyám dühös hangját. Jól van már, nyugodj meg. Tápászkodtam fel a kanapéról. A bejárat felé dőlöngélve majdnem elvágottam a földön heverő üres viszkis üvegben. Nagy szitkozódások közepette engedtem be a testvéremet. Na végre. Tódult be olyan lendülettel, hogy azt hittem a tokot is kiszakítja a helyéről. Neked is jó reggelt. Morogtam az órom alatt. Mégis mi a jó büdös fenét csináltál itt több mint egy napon át? Forgatta a fejét körbe a szobában. Hogy mi van? Dörzsöltem meg a szememet. Én is azt kérdezem, hogy mit műveltél? Húzzál a sötétítő függönyöket, David. Ennyi idő telt el, nyögtem a fejemet vakargatva. Délben pontosan két napja lesz, de ez csupán részletkérdés. Csóválta még mindig dühösen a fejét. Megvolt a műtét. Érdeklődtem még mindig Kában. Persze, és képzeld, a kis David is már 10 éves lett, gúnyolódott velem a bátyám. Most mi van? Forgattam a szememet. Közben felvettem az ingemet, a cipőmet, a nadrágomat pedig megigazítottam magamon. Hogy lett volna meg, te szerencsétlen? Ez nem olyan, mint egy lóverseny. Az előzetes vizsgálatok, amik alapján kiderült, hogy apa egyáltalán alkalmas-e donornak, már megtörténtek, utánuk még továbbiak is szükségesek, és csak ezeket követően lehet a műtétet elvégezni. De persze, te is tudnád mindezt, ha nem bontad volna ki magad a dolgok alól. Na bum, pedig már azt gondoltam, túl vagyok mindezen. Mindegy. Mérgelődtem. Közben bementem a fürdőbe fogatmosni és a folyó ügyeimet elintézni. Ja, amúgy apa próbált telefonon elérni. Kiáltott be utánam David. Kikapcsoltam, válaszoltam. Szólni akart, hogy a kisfölgy kórházba került, folytatta. Kicsoda? Kérdeztem a fogaim súrolása közben. Annak a nőnek a lánya, akinek az apánk a veséjét akarja adni. Hogy mi? Mi történt vele? Zártam azonnal rövidre a fogmosást. Visszaléptem a szobába, ahol a fivérem egyik kezével már a kabátomat, a másikkal a sószkócsomat nyújtotta felém. Az én kocsimmal megyünk, de tedd ezt el, mielőtt elkevered ebben a kubiban, tolt le. És hol vannak a táncos lányok? Kapkodtam körbe a fejemet, de David nem vette a poént. Viccet félretéve, mi van Danával? Jól van? Kérdezgettem, miközben kiléptünk az irodából. Amikor elmentél, összeesett, és csak nemrég tért újra magához. Mondta, miközben a liftek felé vettük az irányt. Olyan sokáig volt eszméletlen, fogott el az aggódás. Tudtam, hogy miattam lett rosszul, vagyis lényegében a közelmúlt eseményei miatt, amikbe azért én is nagy szerepet játszottam. De egyszerűen nekem is kellett egy kis idő, hogy megemésszem a dolgokat. Sosem akartam volna rosszat neki, és reméltem, semmi komolyabb nem esett, mert akkor még dühösebb lettem volna magamra. Fogalmam sincs, mi történt pontosan, csak annyit tudok, amit már az előbb is mondtam, közölte a bátyám. Miután lelifteztünk a parkolóházba, a testvérem kocsijához siettünk. Beültünk, és David már hajtott is kifelé. Sejtelmem sem volt, hogy Dana ennyire kikészült. Ha ezzel tisztában lettem volna, nem rohanok el oly hirtelen a minap. Még mindig nem tudtam hová tenni kettőnk kapcsolatát, ami miatt már többször összezavarodtam. Ennyit olvastam most. Köszönöm. Ugye mi így az anyaíró trió, hogy így összejöttünk a lányokkal, ugye nem csak már az írásról, vagy a könyvkiadásról, vagy az olvasásról beszélgetünk, mert nem csak írótársak vagyunk, hanem és szomszédok, hanem már barátnők is, és most már az élet ügyes, bajos, apró cseprő dolgaitól kezdve mindent megbeszélünk. Összejárunk az áporkörön, vagy csak beülünk tényleg egy cukrászdába, esetleg egyikünknek a teraszára.
Úgyhogy így tényleg összekovácsolódtunk a lányokkal így több mint 3 év óta. Illetve még el szeretném mondani akkor itt a végére, hogy vannak szerzői oldalaink, hogyha esetleg valaki majd megnézi az interneten. Heninek van a Lóháton 40 felett, Anikónak a Betűim sora, és nekem pedig a Komlós Kinga szerzői oldala. Nem tudom, hogyha esetleg lesz kérdés felénk, akkor nagyon szívesen várjuk. Mi ennyit szerettünk volna így magunkról, és köszönjük szépen, hogy figyeltek ránk, figyeltetek. Köszönjük szépen ezt a kellemes őszi estét, meg azt, hogy a könyvek ilyen színes palettáját hoztátok el nekünk, a mesekönyvektől a romantikus könyveken át a thrillerig. És mindenkit szeretnék buzdítani, hogy olvasson, nem csak a lányoktól, mindig az olvasás előre visz, és a könyvtárban megtalálhatók a lányok könyvei, úgyhogy beiratkozókat is szívesen várunk, újakat is, a régi olvasóinkat is, és most vásárlásra is lesz lehetőség mind a 3 lánytól, meg aláírásra is, és mindenkit szeretettel várunk egy kis agapéra itt a verseink mellett, egy kis melegte a pogácsa. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk. Köszönjük szépen!